A szezon előtt mind a bajnokságban, mind a Hepkupában a legjobb négy közé kerülést tűzte ki célként a nyíregyházi csapat. Ősszel ugyan kisé várakozás alatt teljesítettek a cápák, de a Hepkupában szépen menetelve bejutottak a négyes döntőbe, ahol végül ezüstérmet szereztek a Veszprém mögött. A bajnokság alapszakaszát a negyedik helyen zárta a Gárda, majd a BKG Prima S ellen lépett tovább. A döntőtől a Veszprém, a bronzéremtől a MAFC ütött el a nyíregyháziakat, akiknek csapatkapitánya a körülményeket figyelembe véve elégedett volt a szezonnal. Volt ugye légiós cserénk is fél évkor, voltak sérülések évközben, amik hátratatták a felkészülést, de ha belegondolok, hogy a szezon első felébe azért, ezt már többször is említettem, például az a budafoki vereség az nagyon fájó volt, vagy voltak olyan bántóan sima vereségek azért a riválisok otthonában is, hogy nem volt tulajdonképpen esélyünk. Azért megnézem a szezon második felét, egyrészt alig volt vereségünk, másrészt ami volt, az is szoros volt, és már csak a közvetlen riválisainktól, úgyhogy ezt mindenképpen annak tudható be, hogy nagyon sokat dolgoztunk évközben, nagyon jól edzettünk, fizikálisan rendben voltunk, jól fel voltunk készítve, és taktikailag is álltunk össze. Illetve a fiatalok is egyre nagyobb szerepet vállaltak. Mondanom se kell például az utolsó hazai meccsünket a Veszprémben, amikor az utolsó 9 pontunkat a fiatalok dobták, és már majdnem, hogy vezér szerepet vállaltak. Úgyhogy bízom benne, ez jövőre is így lesz. Busz Iván az alapszakaszban 25 mérkőzésen valamivel több mint 11 pontot és közel 6 gólpaszt átlagolt. Mint mondta, a közös folytatásról gyorsan megegyeztek a klub vezetőivel, és reméli, hogy játéka tovább javul majd a következő szezonban. Az irányító poszt, ami azt mondják, hogy ez igazából korral érik be. Nagyobb ligákban is meg lehet nézni, hogy sokszor 30 évesen jutnak el úgymond a csúcs teljesítményre a jó játékosok. Nagyon sok mindenben van még fejlődni, nekem is vannak hiányosságai a játékomban, ezt tudom, viszont azt is érzem, hogy évről évre kicsit érettebben játszok, és megfontoltabban, meg taktikusabban. A szezon elején nagyon rossz volt nekem, nem találtam a ritmus, nem voltam jó formában, de érdekes módon onnantól szerintem nagyon sokat javult a teljesítményem, miután pont a posztra érkezett egy légiós, és együtt nagyon jól kiegészítettük egymást, és úgy gondolom, hogy a szezon végére már egész jól teljesítettem. A sérüléséből lassan felépülő Busz Iván egyelőre kosárlabda nélkül tölti a napokat, de sok időt nem szeretne kihagyni, mivel a lehető legjobb állapotban akar megjelenni a következő szezon első edzésén.